Váltson meg egyszer egy 20 percet ilyen. Mert felnyugodtam. De most csak mutatjuk. Első körben regény, nekünk mi a helyzet? Hogy telt eddig az az egy hónap, amióta utoljára az edzőtáborban találkoztunk? Ugye azóta kétszer voltam keretbe itt fenn, és háromszor vagy négyszer szóltam a B csapatba, és egyszer váltson egy 20 percet. És igazából jól érzem magam itt fenn, minden rendben van, aztán meglátjuk, hogy kapok egyszer lehetőséget, még dolgozni kell. Második keretes meccsek, hogy sikerültek eddig? Hát többé, kevésbé jó, tehát abban volt egy edzőmeccs, és a többi az bajnoki volt. És ugye az edzőmeccs az, ugye mindegyiken nyertünk, de azért volt, például most itt végén a Lacán azért nem voltunk annyira elégedettek a játékkal, szóval azért elég sok volt a hiba, de nyilván a győzelem már fontosan. Szóval így nem volt rossz. Hogy tudnád jellemezni Katona Mátyást? Ja, hát 20 éves vagyok, posztom az jobb szélső, vagy bal szélső, vagy támadó középpályás, vagy belső középpályás esetleg. Aztán tudom, mi fontos, még ballábas vagyok. Ha a kevésbé szakmai részeket nézzük? Mint ebben legtelt? Hát nem tudom. Sokan mondják, hogy sokat nevetek, vidám vagyok. Szerintem úgy próbálom csinálni dolgomat, szóval állazatosnak tartom úgy magamat. Igazából nem tudom, mit mondjak még. Ha ennyire vicces vagy, akkor hirtelen egy vicc eszedbe jut-e? Nem, azért az nem. Amiket hallottunk rólad, az az, hogy a kreativitásod a pályán. Az egy nagyon jó tulajdonságot. De hogy érzed, hogy ítéled meg ezt? Hát igen, szeretek. Szeretek kreatív dolgokat csinálni a pályán. Sokszor összejön, sokszor nem. Ezen kell még dolgozni, hogy minél többször összejöjjön. De hát azért azon a poszton, ahol játszom támadóba, ott azért kellenek ezek a dolgok, sőt, muszáj, mert nem lesz támadójáték, szóval ebben még kell fejlődnöm azért, de szeretek kreatív dolgokat csinálni. Szóval igen. Van ilyen fronton példaképed? Vagy akinek jobban figyeled a meccseit? Hát igazából úgy az összes top ligát úgy követem, meg az összes játékostól próbál keresni dolgokat. De nem tudom, így talán Thiago Alcantara az, akit legtöbbször szoktam nézni. Ő belső középpályás Bayernben, és én pont Bayern drukker vagyok, szóval. És Instagramon olyan profilképet. Igen. Ki mellett foglalsz helyet az öltözőben? Hát a Barney és a Musa között ülök. Musza ül a sarokba, és akkor én mellette jobbra. Ugye ez a Kovács Lórinak a helye volt, és akkor ezt kaptam meg. Kivel tartod a legjobban a kapcsolatot? Már így a csapatból? Ja, hát ugye Csongival így már a másik csapatban is elég jóban voltunk, szóval ő így elég jóban vagyok, meg sokat segített az elején. Meg nyilván a Zsoltit is ismertem, ugye a másik csapatból. És de hát most már ugye majdnem mindenki szerintem sikerült már jó kapcsolatot kialakítani. Innen a benti stábból azért látjuk, hogy általában ugye Csongival szoktál bejönni. Igen. Vagy éppen tömegközlekedés meg korábban. Vagy jogsid, vagy gondolkodtál rajta, hogy amúgy csinálsz? Most csinálom. Nem sokára lesz a forgalmi vizsga, a kressz az már megvan. És akkor utána. Szóval szerintem még egy hónap és akkor kb. Lesz a forgalmi vizsga. És akkor utána majd átadod a kocsival járni. Nyugodt vezető leszel, vagy inkább a... Hát nyugodt. Persze nyugodt, még nagyon az elején vagyok, szóval nyilván nyugodt, az elején mindenki nyugodt. Egy héttel ezelőtt az Andreasztól megkérdeztem, hogy tudja-e, hogy hanyas az értéke a FIFA-ban. Ő ugye 65-ös volt, ja. De most magadat hova lőnéd be? Fú, nehéz amúgy, mert hogy ugye nincs benne az NBA a FIFA-ban, az, hogy hova tudnám sorolni. Hát úgy 50 körül szerintem ott az alján lennék valahol. De szigorúan az ígéretes játékosok között? Hát... Talán, de mondjuk már lehet, hogy abból is kijöttem, mert azért inkább ott a 18-19 éves azoktak ígéretesek lenni, aztán egy 20 vagyok, szóval, de ja, eljön. 2-3 éven belül hogy érzed magad, vagy tudsz-e ennyire előre gondolkozni? Hát azért próbálok így inkább ennyire távoli jövőben nem gondolkozni, de szeretnék itt elmélyekbe bemutatkozni, és itt is maradni, ha lehet, tehát hogy itt szeretnék úgymond kiteljesedni, ha lehet ilyet mondani,